adóutazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez. Nos, az ASEAN szövetségről beszélgetünk, ugye a Dél-Kelet-Ázsiai Nemzetek Szövetségéről, és így a második körben feltárcsáztuk Dr. Feledi Botont, külpolitikai szakértőt. Szia, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt kívánok! Na hát az Oli egy nagyon attraktív társaságról, illusztris társaságról számolt be nekünk, amikor felvázolta, hogy kik is ők, mire szövetkeznek, és egy nagyon komoly potenciális erőközpont létrejötte, vagy erősödése, mert a létrejötte az korábbra tehető, tehát már a szövetség azért egy ideje működik, de nagyon szépen jönnek fel. Így van, tehát ez egy jól működő gazdasági szövetség, ami ráadásul mondhatjuk úgy is, hogy növekedési szakaszban van geopolitikai értelemben is. Ez azt jelenti, hogy az ASEAN országok kifejezetten azt mérleglik, hogy hogyan lehet a kínai növekedést a számukra termővé fordítani, anélkül, hogy teljesen kiszolgáltatnák magukat Kínának. Ugye részben ennek is volt köszönhető az Zoli által is emlegetett új megegyezés, ez az RCEP, hogy hogyan lehet olyan Kínát bevonni, hogy az ASEAN-nak is léteznek különböző plusz 3, plusz 6-os formációi, ezekben is van, amelyekben Kína benne van. Tehát ilyen szempontból az elmúlt 10 év nekik arról szólt, Hu elnöksége óta, hogy hogyan próbálják meg az egyút egyövezettől kezdve a helyi, akár tényleg határproblémákkal járó konfliktusokig kezelni a kínai jelenlétet. Ugye ez korábban is, tehát az alapításkor, mint a kommunista terjeszkedést, a vietnámi háború alatt gúzó problémákat hozó gazdasági kihívásokat leküldendő csinálták meg a szövetséget, tehát ez benne van ennek a természetében, és azt látni, hogy ez most nagyon-nagyon megosztja a tagországokat, tehát egészen máshogy viszonyulnak hozzá az ASEAN tagok, és hát bizony azért ez nem egy olyan egyértelmű, hogy itt az Egyesült Államok elsőbsége, vagy hogy úgy van olyan preferenciája ezekben a fővárosokban nagyon is meg lenne. Sőt, tulajdonképpen azt látni, hogy ha megkérdezték, ez most egy friss, hát most már tavalyi felmérés, de ezeknek az országoknak az 52%-a, tehát a lakosság 52%-a azt mondja, hogy egyébként Kínát látja kifejezetten a befolyásos helyi regionális meghatározó országnak, és csupán 26% az Egyesült Államokat, és ez főleg a fiatal generációt, tehát a 26 év alattieknek több mint 85%-át kifejezetten aggasztja. Na most ilyen adatsorból találhatnánk rengeteget. Tehát amikor azt látni, hogy Kínát látják, igen, hogy jön föl, és a lakosság egy része ezen aggódik, egy más része pedig tiszteli az erőt. Tehát körülbelül ilyen típusú válaszokat lehet kapni ezekből. Ahonnan ugye minden statisztika azért hajlítható, de ahonnan látható, hogy hát no, azért ahonnan az is látható, hogy tényleg ez a bizonyos puha hatalom, soft power, ez még nem megy Kínának. Ez mondjuk egy olyan összehasonlítás, hogy még mindig, tehát most 2019-ről beszélünk, a fiataloknak 29%-a menne az USA-ba tanulni, és mindössze 3%-a menne Kínába tanulni. Tehát ilyen számokat lehet még találni, vagy ami nagyon érdekes utazás szempontjából, szintén 2%-a akar a helyieknek Kínában kirándulni, míg mondjuk, mit gondoltuk, melyik ország vezeti a listát, hova akarnak menni a South East Asian országok lakói? Hát Tájföldre. Nem Tájföldre, Japánba. De engem is nagyon meglepett ez a történet, 26%-a a Japán vezeti ezt a listát. És ugye egy picit ez látszik geopolitikai értelemben is, hogyha kibővítjük a válaszadási lehetőségeket az USA és Kína mellé, akkor Japán és az Európai Unió lesz a két legnépszerűbb további partner, akiknek örülnének, hogyha jobban jelen lennének a régióban. Ugye ez nagyon sok mindent jelent egyben, tehát nyilván a 4 év Trumpot itt nem tudjuk előképp hangsúlyozni, aláhúzni, bekarikázni, tehát ez itt sajnos egy nem is egyértelműen visszafordítható károkozást indított el, a bizalom megtörése az gyors, annak visszaépítése lassú. Az, hogy az Unióra és Japánra számítanak, meg azt is jelenti, hogy ezeket már nem tekintik amerikai szatelitnek, ami főleg Japán esetében azért egy nagyon-nagyon fontos megjegyzés. Tehát az, hogy akár önállóként, önálló szereplőként is szívesen visszalátnák regionális ellensúlyként.
Úgyhogy egy ilyen szépen lassan vissza-vissza kúszó regionális szereplőket is fel lehet fedezni ebben a mérkőzésben, és hát ez lesz az, ami igazán izgalmasá teszi, mert hogy a japánok azért erre, ahogy azt beszélgettük is róluk még nem olyan régen, valószínűleg hajlandók is, hogy egyre többet áldozzanak az idézőjelben védelmi erőkre. Úgyhogy ez így egy nagyon dinamikus, egyensúlyba létező gazdasági szövetség, ami próbálkozik a mindenféle irányban való nyitásra, tehát Ausztráliával ugyanúgy van dialógus, mint most ugye ez az új egyesség Kínával, és közben itt van ez a bizonyos quad, amiről talán már korábban említettünk pár szót, ez az Ausztrália, India, Japán és az USA, ugye ez meg a kifejezetten katonai vonal. És tehát ez is elég furcsa, mert hogy mondjuk itt a Fülöp-szigetek, Myanmar és Vietnám az ASEAN országok közül, akik kifejezetten lelkesek ebben az ügyben, és azt mondják, hogy akár ők is részt vennének ebben. Míg más országok szerint pedig ez negatívan befolyásolta az ő biztonságukat. Tehát ebből is látszik, hogy itt most a Biden elnökségnek is egy nagyon-nagyon szép kihívása van, hogy partnereket hogyan tart meg, hogyan csalogat vissza. És hogy az a lépés előny, tehát az, hogy most egy ASEAN-ról beszélgetünk, és nem a kínai beruházási banknak a szövetségeseiről, és nem egy kínai övezetről, tehát hiába van itt az az út is, ugye érezzük, az nem egy szövetség. Tehát ebből láthatóan van még stratégiai lépés előnye itt a nyugati euróatlanti partnereknek, de ezt most kell még bizony apró pénzre váltani. Hát jó, ez izgalmas lesz, akkor ez lesz a következő pár adóvilágrovat témája, illetve a térségből fogunk mazsolázni és beszélgetni. Közben azon gondolkodtam, persze ez kicsit ilyen off-topic, hogyha ilyen alacsony az aránya a térségben, vagy a megítélése a fiatalok körében a kínai felsőoktatás felé igyekvők száma ilyen kicsi, akkor a hozzánk települő kínai egyetem az, hogy is jött össze, vagy hogy jött ki. De hát ez nyilván egy másik epizód lesz, vagy egy másik téma ezen rágódni és ezen tűnődni. Magas labdán dobtál föl, de ezt most ne kezdjük el pattogtatni. Nem most csak le. Hadd lebegjen még egy kicsit. Okay. Botton, nagyon köszönjük, és folytatjuk majd ezekkel a részekkel. Köszönöm szépen. Szervusz. Feledi Botton külpolitikai szakértővel is beszélgettünk az ázsiai országokról. Most ismét rövid hírek, utána jövünk vissza, és folytatjuk a Millás reggelit. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez. Műsorunkban termék meg.